Hát ez az, ez csoda. Ez most, ami velünk történt, ez nagyon nagy csoda volt. Tehát én nem, nem is gondoltam volna. Tehát ez álom volt. És most ez valóra vált, úgyhogy megyünk tovább. Szeretettel köszöntök mindenkit, és ma egy nagyon szép videó elkészítése ügyében jöttünk ide, Fogarasiné Koncsek Irén lakásába, itt van velünk Koncsek Dávid, és sokan láthatták már a múltkori videónkat, amelyben beszámoltunk arról, hogy mi történt Dáviddal. Néhány évvel ezelőtt, amikor 17 éves volt, akkor egy tragikus baleset következtében gyakorlatilag teljesen megbénult nyaktól lefelé, és azóta folyik a küzdelem azért, hogy újra Normális teljes életet tudjon talán majd egyszer élni. És ugye akkor arról beszéltünk, hogy az orvos tudomány az eljutott odáig, hogy egy olyan eszközt feltaláltak, ami eszköz segítségével egyfajta finom mozgást, tehát az új mozgásokat tud majd végezni Dávid, és ha minden igaz, akkor ezzel a ezzel az eszközzel majd egyszer, már eszköz nélkül is tud mondjuk majd írni. Igen, úgy hát úgy mondták, hogy körülbelül 7 év lenne a normál eset, mire visszaindulnak a finom mechanikák, ez a gép lecsönkedni két évre. Tehát két év És múlva két év már a gép, múlva nélkül, gép nélkül tudja mozgatni az ujjait. Tudja Igen. mozgatni az ujjait, Dávid. Illetve arról is beszéltünk, hogy körülbelül 100 millió forintba kerülne egy olyan műtét, aminek köszönhetően gerincvelőbe ültetnék Gerin. egy... Egy csipet, egy csipet, ami áthidalja azt a részt, ahol a gerinc elő nem úgy üzemel, és stimulálja az agyat, hogy induljanak be a lábak. Gyakorlatilag járni is járni tudna. Járni tudna. No, viszont azt is elmondtuk, hogy milyen helyzetben van a magyar egészségügy. Mi most itt a felvétel előtt beszélgettünk Irénnel, és engem megint sikerült sokkolni. De az a helyzet, hogy, hogy Irénék, Dávid meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben vannak, tehát nem tudnak mindent elmondani az egészségügyel kapcsolatban, ezért én nem is akarom őket ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, inkább beszélek én róla, mert, mert én azért hallok történeteket nem csak Dáviddal kapcsolatban, hallok más emberektől, nyitott szemmel, füllel járva, én azt gondolom, hogy önök is rengeteg rém történetet tudnának mesélni a magyar egészségügy állapotáról, és az úgynevezett 30 ezer Covid halott esetében is, ugye mi már egy korábbi videóban is vizsgáltuk, hogy mi lehet az igen magas halálozási ok, vagy, vagy mik lehetnek ezek az okok. Hát az egyik a kórházi fertőzés, amit én más ügyekben felfedeztem, és ugye a múltkori videónk, még mielőtt beszélnénk a jövőről, ugye azt, azt úgy fejeztük be, hogy Dávid már megint egy műtét előtt áll, ugye rengeteg műtétel van túl. Dávid, mi volt ez a műtét pontosan? Most múltkor beszéltünk róla. A stómáját bezártak, egy plastikai műtétje volt a nyakán, végre már, már megszüntették, úgyhogy ezen már túl Igen, és akkor most gyakorlatilag nincs ott a lyuk, nincs, Dávid nincs, a torkodon, eltűnt nincs, a lyuk. Eltűnt, és ez így is fog maradni. Hát közben sajnos egy kis bakteriális fertőzést bekaptunk, amivel ugye a, tehát ők nem tudják a válladékot rendesen felhozni, ugyanúgy, ahogy egy normál ember, úgyhogy nyomkodni kellett a hasát, tehát ki kellett belőle préselni a válladékot. Tehát ez, ez ilyen fulladással jár. Igen, ugye a kórházi fertőzésekről én nagyon sokat beszéltem már, és ugye ígértem, hogy nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni Irént, illetve Dávidot, hogy ennek a részleteibe belemenjünk. COVID eseteknél is, illetve úgy általában ugye a saját családomból vett történeteket is elmeséltem. Tényleg azt tudjuk, hogy hivatalosan 50-60 ezer kórházi fertőzésről beszélünk évente a magyar egészségügyet érintően, de ez a szám ez valószínűleg sokkal magasabb. De ma nem ezért jöttünk itt össze, Igen. sokkal magasztosabb ügy miatt vagyunk itt. A múltkor, amikor amikor arról beszéltünk, hogy hogy bizony ennek az eszköznek, amivel újra tud majd írni Dávid, újra tud kommunikálni, ami egy egy 20 éves fiatalember esetében rendkívül fontos, hogy tudjon kommunikálni számítógépen keresztül, akár a, a közösségi médián keresztül tudja az emberekkel tartani a kapcsolatot, ez rendkívül fontos. Szóval ez az eszköz, ez, akkor azt mondtuk, hogy 4,4 millió van, 4, forintba kerül. Ugye van. közben kiderült, hogy ennek fölment az ára, mint hogy mindennek fölment az ára. 4 millió 200 forintra. Igen, viszont ami a csodálatos hír, és ami egy igazi csoda, hogy önöknek köszönhetően ennek a, ennél az összegnél is jóval több jött össze. Hol tartunk most a gyűjtésre? 5.864.283 forintnál tartunk most jelen pillanatban. Tehát közel 6 millió forintot uh, sikerült önöknek összegyűjteni és elküldeni uh, Irénék számlájára. Ezt nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük Mi is önöknek, akik most köszönjük. nézik ezt a videót is, tényleg önök fantasztikus, csodálatos emberek, és, és fantasztikusan jó érzés részt venni egy ilyen történetben. Nekem volt akkor egy ígéretem, én azt ígértem, hogy én is 400 ezer forinttal Igen. személyesen nem vagyok vagyonos ember, tehát nekem nincsenek elrejtett, nem tudom milyen milliárdjaim, és nem vagyok földbirtokos. Sajnálom, hogy nem tudok többel, de ennyivel, ahogy nem, ígértem. Is én is beszállok, és akkor ezt most át is adom, csak azért, hogy mindenki lássa, hogy ez nem valamiféle ilyen politikusi ígéret, üres ígéret volt, hanem ezt komolyan is gondolom. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Szeretnénk továbbra is segíteni, és nagyon szívesen, és szeretnénk továbbra is segíteni Dávidnak, hiszen ez a történet ez nem ért véget, de azért most álljunk meg egy pillanatra, ugye annál a történetnél, amiről beszéltünk, amiért ezt a gyűjtést indítottuk. Hiszen ugye ja, akkor ennek az ára 4 millió 600... forint. Igen és itt van tegnap este érkezett. Tegnap meg. este érkezett. Még jönnek betanítani rá. Tehát ennek még háromszor el kell jönniük megmutatni hogy hogyan kell használni. Nyilván ennek is van egy költsége de az már elenyésző és utána már gőzerővel tudjuk használni. Minden nap minél több időt kell a kezén lennie. Ez azt jelenti, hogy rögtön ezzel a szerkezettel Dávid tudsz majd írni, azt mondták? Nem, hanem az újjait elkezdi stimulálni. Ahhoz még, hogy az ujjait tudja használni, hát azért több hónapot kell használni. Viszont ez a gép ez így kibe visszahozza a finom mechanikai hozzáadásokat. Olyan, van. mint egy edzés. Igen. Egy edzés, és akkor ez a gép kezdi el úgy mozgatni az újjait, hogy egyszer csak visszajönnek ezek a. Saját magától, igen. Ha, tehát, hogy a végén gyakorlatilag mindenféle eszköz nélkül fogsz fogja majd tudni. tudni. Igen. É, írni, ez, ez csodálatos. Hát volt már nálunk egy ö, gép, egy hónapig itt hagyták nálunk, akkor az egyik ujja megmozdult magától, hogy folyamatosan tudtuk használni. Uh -huh. Uh -huh. Tehát akkor úgy tűnik, hogy ez egy működőképes... Csak úgy vágtunk bele, hogy működő legyen. Tehát, hogyha nem működik, akkor, akkor nem de működik. Ez csodálatos, és egyébként, a, egyébként most hogy vagy, Dávid? Egy, nem tudom, van most annyi erőt, hogy egy pár kérdést is föltegyünk? Jó. Hogy vagy most, mert ugye halljuk, hogy ugye mondja Irén, hogy egy kórházi fertőzést sikerült összeszedni valami baktériumot. Antibiotikumot kaptál, vagy Igen. mi történt azóta? Kaptam antibiotikumot, akkor ugye párásítottunk, mert nagyon leragadt a vállalék a tütönbe. De hát egy hétig kemény volt, de most már sokkal jobban vagyok. Az mit jelent? Nem nagyon kaptál levegőt? A tüdődre ment? Igen. Jó lenne egyszer már egy olyan műtétről beszámolni kórházból, hogy, hogy az ember nem szedi össze ezeket a szuperbaktériumokat, ez egészen elképesztő. És, és egyébként, amiről szintén beszéltünk múltkor, hogy a Pfizer oltás után ugye, ilyen hormonproblémák lettek, fölszaladt egy pár kiló is, ugye? A, 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 a magas vérnyomás. Magas ezek rendeződtek. Ezekre jobban. Ugye Irén is. Irén is, 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 is rosszabbul. Lett hogy, hogy azóta jobban van. De rengeteg vitamint szedünk, rengeteg gyógyteákat iszunk, tehát próbáljuk kiűzni magunkból, így, így szépen mondhat. Uh -huh. És akkor Dávid, most a vérnyomásod az most jobb? Igen, most rendben van. Rendben van? Rendben van? Igen, van? Igen. Na, hála jó Istennek. Reméljük, hogy megáll a hízás hála jó is, uh -huh. mert, mert nekünk ugye nem szabad. Igen. Meg tudjuk azért mutatni most az első siker, ami, ami önöknek köszönhető, hogy itt van ez az eszköz. Igen. Meg tudjuk közben mutatni? Nem tudom, Tamás kamerával is meg tudod mutatni ezt az eszközt. Egyébként ezt a, ezt a TB nem fedezi? tehát nem. A, a magyar állam nem tudna ezzel segíteni, főleg, hogyha ezt gyakorlatilag, hogyha, hogyha Dávid vagy bárki, aki hasonló helyzetbe kerül egy baleset után, hogyha ezt tudja használni és, és visszakapja a, a finom mozgást, újra tudja az újjait használni, hát akkor ez Célszerű lenne az államnak beruházni és odaadni akár, mert tulajdonképpen akkor ez lehet, hogy pár év erre már nem lesz szükségük, igen, nem? Így van. És tehát és akkor nem lesz. kellene megvásárolni ilyen sok pénzért, hanem az állam odaadja. És nem nincs, nincs. Nincs, nincs, tehát egyszerűen, egyszerűen nem, az nincs. állam nem adja ezt oda. Nem. Én úgy gondolom, hogy a Dávid már annyira megküzdött ez alatt a három év alatt lassan, igen, hogy igen, nincs megállás, hogy végig kell csinálni. Amennyi, amennyire tudjuk, de hát mindig van valahogy. Meg hát Dávid erős, erős Igen. az ágy. Tehát neki járni kell, muszáj állni, amíg nagyon fiatal ahhoz, hogy az ágyba feküdjön, vagy üljön, menni kell. És nagyon sok ember a videó hatására ránk írt, mint magánszemély. Na, történt? Tehát még akkor így a pénzen kívül Igen. Igen, más volt, is történt? volt Na. egy olyan úriember, Szintén kiraktuk a csoportba, ő vitaminokat küldött a Dávidnak. Nagyon sokan megkérdezik, hogy mi van a Dáviddal, hogy tudnak-e valamibe segíteni a pénzen kívül. Úgyhogy nagyon sok új ember mellénk állt. Az igazi hősök azok a, azok a névtelen adományozók, akik, akik nem azért küldtek pénzt egészen biztosan, mert ők ezzel valamilyen népszerűséget szeretnének maguknak kovácsolni, hanem azért, mert megérintette. Egyébként engem is, csak nekem nem biztos, hogy elhiszik az emberek. Megérintette ez a történet, és azért jönnek és segítenek. És egyébként ez egy, ez egy olyan hihetetlenül, tényleg ezt oda mondom a kamerában, ez egy olyan hihetetlenül jó érzés, hogy hogy önök visszaadják azt a hitet, amit néha, néha még én is el tudok veszíteni, amikor azt látom, hogy olyan irányba megy ma a világ, ez az egész globaliz, globalizálódó világ, hogy, hogy tényleg csak az önzés, Igen. csak a materiális anyagi javak, és, és tényleg megszűnnek a a, és közben Tamásra is néztem, mert a, mert a múltkor, amikor ezután a, a videó után elmentünk, akkor ültünk egy darabig az autónkba Tamással, és, és azért nagyon nehéz volt nekünk is földolgozni, beszélgettünk a Tamással arról, hogy, hogy akiben van empátia, aki tényleg nem kizárólag az anyagi javaknak, az önzésnek, képmutatásnak él, az, 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 az egy picit is beleképzeli magát Dávid és az önök helyzetébe, annak le kell ülni egy picit. Megmondom hogy, hogy, az, hogy ilyen nehéz éveken mentek keresztül. Nem gondoltunk volna, hogy ennyien segítenek. Álmomban nem gondoltam volna, és baromira jól esik. Hogy nem vagyunk egyedül. Meg amikor azért említett, hogy a tv 2 riport után 300 ezer mennyi, Igen, 300 ezer forint jött, és most már úgy 6 millió felé tartunk, akkor meg nagyon büszke vagyok azokra, akik a, feliratkozóimra, akik nézik a videóimat, hogy, hogy azért látszik, hogy, hogy, milyen emberek. Tehát Hú, azért, nagyon azért, szuper emberek. Ha azt látják, hogy mások is mellé állnak, és elkezdenek hinni abban, hogy igen, ezt meg tudjuk csinálni, és tényleg közösen részei leszünk annak, hogy először írni fog Dávid, aztán, aztán beül a kerekesszékbe, aztán egyszer föláll a lábára, akkor mindenki, mindenki részese akar majd lenni ennek a, ennek a csodának. Hát ez az, ez csoda. Ez most, ami velünk történt, ez nagyon nagy csoda volt. Tehát én nem, nem is gondoltam volna. Tehát ez álom volt. És most ez valóra vált, úgyhogy megyünk tovább folytatjuk természetesen. Ugye azt is elmondtuk a múltkor, hogy, hogy egyrészt ez a műtét a 100 millió forintba került, tehát van még helye az adományoknak, másrészt pedig a, folyamatos kezelések, azok, azok mindig kiadás, ugye? Az, az Igen. havonta... olyan 600-700 ezer forint között van. 000 forint havonta. A szállítás, tehát nekünk szállítást is kell fizetni. Tehát máshogy nem tudom megoldani. Igen, erről beszéltünk a múltkor, hogy ez, ez döbbenet. Én egyébként utána a kollégáimmal ők is nézték a videót, a kollégáimmal beszéltem, ők is megkerestek ásotthalmon, akik az önkormányzatnál tanyagonnoki szolgálattal foglalkoznak például. És akkor ők is mondták, hogy, hogy megdöbbentő, hogy a szegény ásotthalom, ami egy kis település, Igen. meg tudja ezt oldani. Tehát mi, mi meg tudjuk oldani azt, hogy járművekkel szállítjuk azokat, akik esetleg kerekesszékes, vagy vagy akár időseknek bevásárolunk gyógyszert, megveszünk. És ugyanígy egy nagyobb település nyilván könnyebben meg tudná szervezni, hogy legyen -e erre egy csapata, legyenek erre járművei. Ez egy, ez egy abszolút megoldható dolog, még akkor is, hogyha. Egyébként az önkormányzatok nagyon nehéz helyzetben vannak, de ez akkor is megoldható lenne. Elképesztő nagy, nagy hős vagy, nagy harcos vagy. Köszönöm. Így kell csinálni, jó? És akkor itt vagyunk, látod, nagyon sokan itt vagyunk mellette. Igen. Úgyhogy folytatjuk, jó? Tehát jó nagyon szépen köszönjük. Követjük a történetet, de be fogunk időközönként mindig számolni arról, hogy hogy hogyan alakul a helyzet. Jó. Remélhetőleg majd uh, hamarosan arról tudunk beszámolni, ahogy már ír. Uh, Dávid aztán arról, ahogy a kerekesszékben ül, aztán arról, hogy egyszer majd uh, lábra áll. Úgyhogy uh, ha ez még néhány év, akkor néhány év, de nem fogjuk feladni. Úgyhogy uh, igyekszünk továbbra is nyomon követni ezt a csodálatos történetet, és uh, tényleg uh, én azt gondolom, hogy hogy önök, vagy azok az emberek, akik, akik nézik ezeket a videókat, itt követnek a Youtube csatornámon, amit ezúton is nagyon köszönök. Hát önök, ők bebizonyították, hogy bebizonyították. van még remény. Igen, nagyon még, lonna, van, még remény, van még remény, és vannak még csodálatos emberek. Vannak bizony, és nagyon sokan vannak, amit mi is nagyon szépen köszönünk.